nyaklánc? Aha. De ez hogyan? Ez a fajta hajtlánc? Ne basz fel. De. Komolyan. Sziasztok! A mai videóban itt van velem Apuci. Itt van velem Csengucci. És egy nagyon különleges feladatot kapott ma Apuci. Megdolgoztam érte. Megdolgozott érte, ugyanis össze kellett állítania nekem pár felszerelést, ugye ruhából, felsőt és nacit. És hármat. És elment egyedül egy bevásárló központba, és kiválasztott nekem három-három outfitet, és ez azért érdekes, mivel nekem eleve nagyon ilyen mindig másfajta stílusom, valamikor nagyon színes beöltözök, valamikor feketébe, tényleg amilyen kedvem van, és valamikor a különlegesebb dolgokat szeretem, és valamikor az egyszerűbbeket. Úgyhogy ezért is nehéz volt, plusz még hogy a méretet is eltalálni. Azt pár úgyhogy... pedig felpróbáltam mindegyiket. Picit feszültek, úgyhogy szerintem a csengére jó neki. És anyuci, valaki ott van a kamera mögött, nagyon izgatottak vagyunk, ha lássuk, úgyhogy kezdjük is. Kaptam egy olyan feladatot a csengétől, hogy ki kell választanom neki egy szuper outfitet majd valamelyik mallba. Úgyhogy most szépen csöndmepesül nyogtam a gardróbjába, és megnézem a ruhái közül, hogy mik a méretei. Kell választanom majd egyébként egy cipőt, egy nadrágot és egy felsőt. Úgyhogy... aha, a Forever-es cucci azok S-ösek. Milyen meglepetés, az USA-ban egyébként baromi egyszerű a méretezés, S. Nadrágban, és szerintem hasonló kép lesz majd. De most megállítom a kamerát, még nem tudom kikutatni. És megvan az első bolt. Ez szerintem egy tuti befutó lesz. Itt iszonyat jó ruhákat lehet kapni. Úgyhogy be is megyünk. Hát ez egy aranybánya, itt tuti, hogy fogok találni valami kurva jó cuccot. Valami jó cuccot, ezt ki kell látni, nem beszélünk csúnyán, de itt rohadt jó dolgok van. Nézelődök, most egy pár után találtam egyébként, valami jó cuccok vannak itt. Ez is de jó. Hát ez nagyon tetszik. Bármint nem biztos, hogy ez lesz, de ebből ahogy nézem van is S-es. Úristen, ez is de rohadt jól az. Hát ez nehéz lesz, itt nem tudom, hogy melyiket fogom választani, de valamelyik barom lesz majd. Szerintem nem is megyünk tovább, ez lesz az én boltom. És bejöttem a csengi kedvenc helyére, na ezt imádni fogja. Én nem választok valami barom jó darabot, itt kurva jó ruhák vannak. És a másik örök kedvenc, Forever. Yes! Itt biztos, hogy fog találni egy jó nadrágot. Ez az a kincs, amit találtam. Szerintem imádni fogja. A mérete is megfelelő. De állunk ezer ember mellé a sok. Hát végeztem a shoppinggal, elég érdekesen néz ki egyébként, hogy sétálgatok itt három táskával, ezt meg kell mutassam. Van nálam egy pink, egy gyönyörű urbános, meg egy foreveres gyönyörű tatyó. Nem baj, hamarosan hazaérek és a Csengu megnézi a kis outfitjét, amit csináltam neki. Hát remélem, hogy tetszeni fog, majd meglátjátok, hogy hányasra pontozza. És Muti az első. Kezdet ez az első. Hát az első... aztán nem lehet fel. A pinkből. Remélem, itt nagyon nehéz hibázni. Nagyon jó volt egyébként végezés. Tehát az egyik, úgyhogy nagyon jó lesz. Ki a lesz? Na, ezért is megérte. És... egy fantasztikus pink. Melegítőt akartam! Emlékeztél rá? Reméljük, hogy emlékeztem. Olyan cuki vagy! Nagyon-nagyon jó fog kinézni, reméljük. És pont szürkét akartam, ember, akkor ti esküszöm nem. És ehhez választok. Már csak abban remélek. Forever-ből. Azért csak azért izgulok, hogy a méret jó legyen, mert a gatyák általában nagyok rám, de majd kiderül.
Választottam hozzá egyébként egy nagyon egyszerű, de baromi látványos, szép, piros, rövid bocsit. De cuki! Hogy jó lesz. Jó, meglátjuk, felpróbáljuk. Meglátjuk, ez az első. Ez az első, ez a sportos. Sportos, jó? Most pedig megyek és felpróbálom. Itt az első ruha, felvettem. Mindjárt megnézem, hogy tetszik-e. Esküszöm, hogy tetszik. Üzenetem hozzá a saját cipőm. Nekem tetszik így együtt, mert ez nagyon jól néz ki. Szerintem jó munkát végeztem az első outfitnél. Pedig magamtól egyébként nem vettem volna fel így együtt, mert bőlacihoz elvileg szüket vettem volna. De esküszöm, hogy ez így tetszik együtt. Akkor ezt le is veszünk. Ez az! Köszönöm! Ezt szerintem megtartom. Szerintem megtartom. Második, az pedig a Foreverből egy ilyen kis, nagyon cuki, rövid naci. Ez jó, mert rövid naci, és az nem volt rövid naci. Nagyon nehezen jött rám, föl tudtam próbálni, úgyhogy remélem. Jó lesz! Köszönöm! Ebben is méretben reménykedek, mert a derek általában sokszor eláll, de és igazából több nadrágot nem vettem, úgyhogy a második meg a harmadik alkalmazhoz hasonló lesz, mert ehhez van egy ilyen kis, rövid, derekú, szuper kis. Nem tudom, hogy ez micsoda. Ez jó, ez tetszik. Ez mi? Ez egy felső. Számomra ez egy felső. Ez egy garbó. Igen. És hogy az jól nézzen ki, az a garbó. Ez egy felső. Apa! Mert még ilyet is vettem hozzá. Választottam hozzá egy ilyen nagyon cuki, gyönyörű. Úristen! Ez nagyon tetszik. Tetszik. Ez egy esküszöm, apa. Nézzetek, gyönyörű. És ez pont ehhez illik. Ez ehhez illik. Na, erre már kíváncsi vagyok. Megvan a második ruha is, és rajta hagytam a címkéket, hogyha nem jó, vagy nem tetszik, akkor vissza lehessen vinni. Szóval egy szürke garbó, ami egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik, és teljesen az én stílusom, az azért bajom van vele, hogy van egy nagyon-nagyon hasonló, kb. Majdnem ugyanilyen, de tök jól eltaláltad, mert tényleg nagyon szeretem, van ilyenem. És ez a gacsa, nem tudom, ez nekem brutálisan tetszik, mert akartam egy jó farmer gatyát, csak nem tudom, hogy jól áll-e, mert a derekán az kicsit eláll, de nekem kb. Minden gatya eláll a deréknál, úgyhogy azt még úgy eltudom is, hogy övel vagy valami. De nem tudom, nagyon tetszik. Mindjárt kitalálom. Ja, és a nyaklánc hozzá, na azt meg imádom. A harmadik pedig, úristen, ez az egyik kedvencem. Ennek ilyen nyaka van előtt, látjátok? Ez nagyon tetszik! Ez baromi jól ér. Ez mekkora? Na mindegy, de lényeg az, hogy ehhez is választottam egy gyönyörű X-et. Ez tetszik! Ezt nézitek, milyen szép? Micsoda? Nem tudom, hogy látszik-e, de ilyen gyönyörűen csillom. Ez nyaklánc? Aha. De ez hogyan? Ez apa, ez egy hajpánc? Ne bassz fel. De! Komolyan? Ez egy hajpánc! Akkor egy hajpáncot választottam. De kurva, ez egy hajpán, nem? De kurva jól néz ki, és egyébként szerintem hajpán. Ne! Hajpán ide vagy oda, szerintem nyakláncnak is tökéletes. Azt lehetünk szerintem. Próbáljunk már ki nyakláncnak, szerintem kurva jó. Senki nem fogja tudni. Apa, férfi logika, haza. Ne, ez egy... Meg hoztam egy pár hajgúit, mert mindig hiány van otthon. Köszönöm. Jó! Csak beli. Remélem, hogy tetszeni fog, nézzük a pontozást. Jó, izgatottan várom az eredményt. Kezdem a próbákat. Felvettem a harmadikat is, és ugye a kuci ehhez egy, ez azt hitte, hogy egy nyaklánc, de hajpán. Tök úgy néz ki, mint egy nyaklánc. Ez annyira nem tetszik, ezt így, ha nem vagy, akkor leveszem, ne haragudj. És nyaklánc nem próbálod? De az, hogy nem jó, mert nézzétek, nincs ilyen állítható része, ez egy hajpán. És többször rakod a nyaklánc? Hát de így nagy lesz, érted? Meg itt van ez hozzá. Na. De a felső, ez muszáj megtartanom, ezt egyszerűen imádom. Ilyesmit tök sokáig kerestem, ez nagyon tetszik. Ez muszáj, ez az a kedvenc felsőm. És ehhez maradt ez a gacsa, ami szerintem szintén nagyon menő hozzá. Most már lassan értékeltük akkor. Emberek, most jön el az idő, hogy döntenem kéne, de nagyon nehéz, mert először bevallom őszintén, amikor apa odarakta elém őket, akkor ez az egy tetszett. És a többire azt mondtam, hogy jó, de magamtól nem venném meg. Szóval vagyok a boltban, én tuti ezt nem venném le a polcról. Jó, hogy én mentem. Még jó, hogy a fajnodal volt, de tényleg nem is vagy benne a videóban. És nem tudom, szerintem az első helyre rakom ezt. Ez a kedvencem. Nekem is ez volt a kedvencem. Igen,
aztán nem tudom, mert a másik szürke is így felvívja meg ezzel a rövid gatyával, nagyon tetszett, viszont mivel van hasonló felsőm, ezért talán a melegítőt és a piros pulcsit raknám másodikra, és harmadikra pedig a szürke hosszú jut a Farmer Nacival és a nyakránccal. És abban nagyon-nagyon-nagyon szeretnék gratulálni, mert tényleg nagyon sikerült általánod, és nagyon tetszik, és büszke vagyok rád, pedig bevallom, hogy szintén azért kicsit izgultam, de nem kellett. Imádom, nagyon köszönöm! És egyébként durva, mert tényleg pont olyanokat választott, amit magamtól nem vettem volna meg, úgyhogy örülök! Én pedig magamtól nem vettem volna még a plázán pinkezacskóval. Pink cuccokkal. Ja, és a kedvencem még mindig az, amikor mondtad, hogy hozzá egy nyakláncot, és mondom, ez egy hajpánt. Nagyon jó volt. Nagyon imádnak titeket, nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, és szeretnétek még ilyet, hogy apuval, vagy anyuval, vagy mindhárman, akkor mindenképp lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, plusz írjátok meg kommentben, hogyha szeretnétek még családi videót. Puszi, sziasztok! Puszi, ciao, Belly!